2015. augusztus 2. és 8. között már 7. alkalommal rendezték meg a régi zenei találkozót Győrben. Az érdeklődők neves előadók koncertjeire látogathattak el a hét folyamán. Augusztus 3-án hétfőn az Örök Barokk című előadással léptek fel a régi zenei mesterkurzusokat vezető tanárok a győri Zichy palotában. A koncert Johann Sebastian Bach születésének 330. évfordulója előtt tisztelgett. Augusztus 4-én, kedden, a Brémából érkező Trio Aurora régi zene együttes koncertjére látogathattak el az érdeklődők a Kálvária úti Szent Kamillus templomba. A Stilus Fantasticus című műsorban a 17. századi Észak-Nyugat-Európa szóló és kamarazenéjével ismerkedhetett meg a közönség. Legprofibbakat lehet hallgatni, szóval lehet tőlük tanulni, és lehet tőlük inspirációt is kapni, hogy ahogy játszol. A koncertek is mondhatni nagyon jók, nagyon színes program van ezen a héten, és tényleg csak jót tudok erről mondani. Az esti koncertek nagy élményt adnak, főleg, hogy mondjuk olyan hangszert is hallanak, ami a kurzuson nem szerepel. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ami éppen a napi szintű munkában nincs jelen, az az esti koncerteken viszont ott van, és így nem hiányzik ebből az egész régi zenei körből. A régi zenei találkozó programjában a különleges koncertek mellett ének és hangszeres mesterkurzusok szerepeltek. A jelentkezők furulya, barokkhegedű, cselló, csembaló és fortepiano, kamarazene és barokk énekkurzusok keretében mélyíthették tovább régi zenei tudásukat és sajátíthatták el a korabeli előadásmódot. Aki egyszer már itt járt, legtöbbször visszatérnek, és tavaly például voltak külföldi növendékeim is Franciaországból. Úgyhogy mindig változó, de az alap csapat az nagyjából visszatér, és én úgy gondolom, hogy ez egyre csak bővülni fog, és nyitni tulajdonképpen külföld felé is. Minden korosztály számára egy nagyon kellemes kikapcsolódás is, és munka is. A legtöbb diák már készül valamilyen darabbal évközben, és azt hozzá hozzám, azt vesszük át alaposabban, de vannak olyanok is, akik itt szeretnének új darabokat tanulni, azoknak én keresek kottát, úgyhogy délelőtt szólóban dolgozunk, vagy pedig csembalóval próbálunk, és akkor délután vannak a kamara órák, úgyhogy mindenféle felállású kamara produkciókat hozunk itt össze a hét folyamán. A barokk hegedülés bizonyos szempontból nagyon közel áll, nagyon hasonlít a normál, úgynevezett modern hegedülésre. A mi dolgunk az, hogy kitaláljuk, hogy a zeneszerző mire gondolhatott akkor, amikor ezeket a hangjegyeket leírta, és ez egy nagyon érdekes kutató munka, és az egészen kisgyerekek is nagyon jól veszik ezeket az akadályokat, és szívesen részt vesznek ebben a kutatásban. Ezen a kurzuson elsődlegesen az a cél, hogy a zenét tanuló gyerekek megismerjék valamennyire ezeknek a táncoknak a karakterét. Zenészként is nagyon fontos, hogy például egy tempóválasztásnál, hogyha valaki tudja, hogy milyen egy menüet, akkor nyilván másképp fog a zenéhez is hozzányúlni. Minden egyes énekes feldob, tényleg azt kell, akkor energiákat kapok tőlük, de még akik ülnek a sorban azoktól is. És ma például nagyon-nagyon büszke voltam, hogy amit hétfőn elindultunk, az most így megért az emberekben. Ide az jön el, aki elhivatott követője a régi zenének. Szeretik ezt a műfajt, és ami még külön öröm, hogy nem csak a saját hangszerüket vagy az éneket, hanem nagyon nagy az átjárás. Tehát a másik hangszert, az éneket, a kórusműveket, vagy a vegyes kamarákat, ha mondom, tehát egymásért élnek és muzsikálnak. A régi zenei találkozó minden korosztály számára biztosítja a szakmai fejlődés lehetőségét. A rendezvény növekvő sikerét pedig az mutatja, hogy a már visszajáró hallgatók mellett évről évre újabb tanulók színesítik a kurzusok közönségét. Hajt a cél, hogy minél jobb legyen a koncert, és hogy minél több tudást tudjak magamba szívni, mivel tényleg nagyon jók a tanárok. Nagyon egymásra vagyunk hangolva, hiszen ezzel foglalkozunk egész héten, és tudunk egymáshoz alkalmazkodni. Rengeteg darabot átveszünk, együtt dúózunk, triózunk, viszont közben az egésznek olyan jó hangulata van, hogy bemegy az ember és elkezd nevetni.
különböző korosztályok, különböző szinten álló zenészek, profik, mint én például hobbizenész vagyok, amatőrök, össze tudunk jönni, és együtt közös produkciókat tudunk létrehozni, ez így nagyon jó. A varázslatos hangulat mellett nagyon komoly érdemi munkát végzünk. Csak barokk és reneszánsz a hét. Azon belül rengeteg mindennel tudunk foglalkozni. Óriásiakat lépnek előre pillanatok alatt. Ők is rengeteget tanulnak, és a tanuláson kívül pedig hát igazi barátságok szövődnek, úgyhogy nagyon összetart a társasága. Itt lehet a leggyorsabban fejlődni. Egész nélkül nagyon kellemes, és szép a város is. Pont az a lényeg, ami miatt itt összejöttünk együtt, hogy egy csapatot alkossunk, az abszolút megvalósult. Azt üzenném mindenkinek, hogy jöjjenek, akár kezdők, akár profik, akár ezzel akarnak a későbbiekben foglalkozni, akár nem, mindenféleképpen egy nagy, gazdag élményben lesz majd részük. A Győri Reneszánsz és Barokk Hét a Harmónia Művészeti Iskola szervezésében jön létre, melyet Győr megyei jogú városa is támogat.